Hát kérném szépen, én is olvasgattam, és Koncs Sándor egyik tanulmányában azt olvasom, hogy amikor Király István, mint kisdiák, mendikációba kísérte a legátus Vatai Lászlót, és a vonatos, gyaloglásos utakon Vatai adiverseket szavalt, idézett királynak. Sok más művük mellett így váltak mindketten híres adikutatóvá. Hát tudjuk, hogy Király István professzor úr hatalmas életművének vastag kötetei adival foglalkoznak, és tudjuk azt, hogy Vatai László jövőre lesz 100 éves, Amerikából hazaidézzük majd az ottani munkásságát jövőre, és Isten szörnyetege címmel írt adi kötetét fogjuk majd megidézni. És mindezt azért mondom, hogy hogy kerül ide Király Júlia, aki az Egyesült Államokból szaladt most haza, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke, közgazdász professzor. Na, hogy kerül ide? Hát úgy kerül ide, hogy Király István azt mondta Sárospatakon, hogy csak akkor vagyok hajlandó ballagni, ha Harsányi Icukával ballaghatok. Na, ez volt az édesanyám, Harsányi Icuka, és akkor Király Pista bácsi ballagott Harsányi Icukával. Majd én egyszer felfedeztem egy egyszerűen remek szociográfiát, Cígény Dányád művelődés szociográfiája, és mint a ma már idézett Hajdani Népművelési Intézet munkatársa, akkor éppen én a kultúra és közösség helyette szerkesztője voltam, közöltem ezt az írást. Zseniális írás volt. Összefutottam Király Istvánnal, és azt mondta nekem, hogy köszönöm, hogy támogatod a lányodat. Fogalmam nincs, hogy ki a lány. Julika. Milyen Julika? Akit most megjelentettél. Hoppá. Nem tudtam, hogy Király István lánya Király Júlia, az akkor, már akkor is tehetséges közgazdász, szociográfus, aki úgy kerül ide ezek után, hogy amikor Pista bácsi elhunyt, akkor a hatalmas könyvtárát ide szállítatta Sárospatakra. Na most akkor ma még erről majd fogunk hallani, vagy talán holnap. Király István felbecsülhetetlen szellemi értékű könyvtára, ahol együtt van a magyar irodalomtörténet, a marxista irodalomtudománya, a nem marxista irodalomtudomány, az ő művei, tehát ez a hatalmas könyvtár ott van a repozitóriumban, és ebből nyílik egy kis szoba, ahol meg ott van Koncs Sándor könyvtára. Na szóval, gondolom én, hogy így kerül ide Király Júlia, aki azt mondta nekem, hogy nézzünk bizakodva a jövőbe, avagy mit tanultunk a válságból. Tisztelt gyülekezet, hölgyeim és uraim, ameddig elindul a vetítés, ami már el is indul, hát hogy egészítsem ki, amiket Gábor elmondott, valóban ő volt az első, aki publikált. Hozzá kell tennem, hogy 18 éves voltam akkor, és ez egy országos történelmi versenyre készült pályamű volt. Kétségtelen, hogy atyáink is összekapcsoltak minket is Sárospatak. Apám 8 éven keresztül volt sárospataki diák, azoktól a legendás tanároktól tanult, akikről hallottak itt délelőtt. Abban a szerencsében volt részem, hogy Újszászi Kálmán bácsit, aki ma már többször megidéztetett, én még találkoztam vele, és tényleg életem egyik meghatározó beszélgetése volt, mert azzal kezdte, hogy édesapád pajkos diák volt. Nekem a már akkor nagy tekintélyű egyetemi tanárról ez olyan furcsa volt, bár a játékosság megmaradt élete végéig. Ma éppen eszembe jutott, amikor 2 perc alatt lapátoltuk be az ebédet a főkönyvtáros úrral a menzán. Ezt állítólag apámtól örököltem, aki azt mondta, hogy hát ő itt szokott rá a gyorsevésre, mert hogy hát ha akkor még repeta is jut a menzán neki. És tény, hogy még 60 éves korában is 5 perc alatt képes volt az ebédet elfogyasztani. És hát végül tényleg Patakhoz köt az a könyvtár, amit nagyon köszönöm a könyvtár minden munkatársának és a rektor úrnak is, hogy ilyen méltó helyre került. Hát ez olyan 10 000 kötet, 20 000-et
közelíti. Én ebben a könyvtárban nőttem fel, és nagyon boldogan teljesítettem apám végakaratát, aki azt mondta, hogy ennek a könyvtárnak Sárospatakon van a helye, úgyhogy lassan olyan 7 éve, hogy ide került. Jó magam viszont mind Pataktól, mind a könyvtártól igen messze keveredtem, mert apám mindig azt is mondta, hogy nem jó ugyanabban a szakmában lenni, ahol a szüleid vannak. Úgyhogy 5 éves koromtól azról győzködött, hogy én a matematikában vagyok tehetséges, így lettem én fazekas matematika 2 tagozatos, hát onnan már egyenes vezetett az út a terv matematika szakra az egyetemre. Úgyhogy ilyen bocsinálta matematikus, bocsinálta közgazdász lettem, és az én témám, én abszolút a Pilátus vagyok a mai krédóban, tényleg a fekete hattyú ebben a teremben, hanem is véletlen ebben a nagy tekintélyű társaságban, az, amiről az előbb hallottunk, a belső válságnak a durva külső megjelenése, azaz az a nagy gazdasági világválság, ami minket ért el. Az előbb hallottunk Koncz Sándorról, ő ugye megélte a 29-33-at, bár még fiatalként, tinédzserként. Az, amit mi most megélünk, amit a mai fiatalok megélnek, az hatásában, mélységében van valahol ugyanott. Az én kapcsolatom a válsággal meg igen egyszerű. 2007. július 3-ával nevezett ki Sólyom László államelnök úr a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitásért felelős alelnökének, 2 héten belül a világ összes pénzpiaca összeomlott. Úgyhogy az a fekete macska jellegem, ami megvolt születésemtől kezdve, én csak beleszülettem a szocializmusba, és 30 év alatt az is összeomlott, azt mint alelnök is megéreztem, és 2008-tól kezdve nagyon tréfásan mindig azt mondtam, akkor már úgy nézett ki, hogy a válság lassan lecseng, ez később 2009-ben is, így nézett ki majd 2010-ben is, hogy egy jó hírt tudok mondani, hogy a mi terminusunk véges, 6 évre vagyunk kinevezve, tehát legkésőbb 2013-ban véget ér a nagy pénzügyi gazdasági válság, és az elmúlt hónapokra visszagondolnak április 22-e óta, amely nappal lemondtam a Magyar Nemzeti Bank alelnöki tisztéről, egy rossz hírt nem hallanak a világpiacokról, és hát mintha tényleg elindultunk volna fölfele, úgyhogy lehet, hogy azoknak volt igaza, akik erre a lemondásra minket már jóval korábban biztattak, már hogy az egész világra ilyen hatással lett volna távozásunk, azt én is döbbentem figyelem. Szóval, amiről ma beszélgetni fogunk, az ez a válság, hogyan alakult ki, miért alakult ki, mi volt a lefolyása és mit tanulhatunk belőle, ez egy emberi dolog, úgy, ahogy az előbb hallottuk, mint minden válság emberi dolog. Nem összeesküvésből jött létre, nem az Istentől való, de nem is az ördögtől, mi magunk hoztuk létre, mi magunk váltottuk ki, kicsit inkább, kicsit kevésbé, de saját magunkat kell végig gondolni ahhoz, hogy megértsük, és hát lehetőleg elkerüljük. Azért irodalmár lévén, irodalomból lesz bőségesen ebbe az elkövetkezendő 30, ott is van egy óra, tényleg van, nagyszerűen szokom követni, 25 percben. Szóval minden ezzel az emberrel kezdődött Bulgakovval. Ha emlékeznek a Mester és Margaritára, amikor az emlékezetes Varieté Színházbeli előadás előtt vagy után Roland bemegy a Varieté Színház büféjébe, és aki nem olvasta a könyvet, az is érteni fogja, ahol is halat kér, mire a büfés elé tesz egy zöld kis valamit, amire Roland azt mondja, hogy mi ez? Ez kérem szépen másodrendű, frissességű hal. Mi egy kis büfé vagyunk, mi nem kapunk elsőrendű frissességűt, mi csak ilyen másodrendű frissességű halat kapunk, mire elhangzik az a mondat, amiből megértik a nagy válság kiinduló pontját. Ez a mondat pedig azt állítja, hogy másodrendű frissesség ilyen nincs. Frissesség csak egyféle létezik, elsőrendű, és egyben ez az utolsó is. Ha a hal másodrendű frissességű, az azt jelenti, hogy büdös, romlott. A mostani nagy gazdasági pénzügyi válságnak az első szakaszát úgy nevezik, hogy szapránváltság, másodrendű hitelekből kiinduló válság. Mik voltak ezek a másodrendű hitelek?
A másodrendű hitelek voltak azok, akik a nem igazán jól teljesítő adósnak nyújtott hitelek voltak, akiről lehetett sejteni, hogy nem biztos, hogy ezeket vissza fogja fizetni. Hosszú ideig jól ment minden a piacokon. Az, hogy az emberek hitelt vesznek fel, az egy normális emberi dolog. Fiataltól korában az ember hitelt vesz fel, abból indul az életbe, abból épít házat, azzal kezdi el az aktív korát, majd munkába áll, megtakarít, visszafizeti a hiteleit, még többet megtakarít, és időskorában föléli ezeket a megtakarításokat. Ez az emberi élet normális, szerves része. Csak hogy különbözőek vagyunk. Nem mindannyian tudunk ugyanannyi hitelt majdan visszafizetni, nem ugyanannyira vagyunk hitelképesek, és amikor elkezdünk nagyot álmodni, és elkezdünk mohóvá válni, hitelt veszünk fel olyankor is, amikor már nem lehet, amikor tovább nyújtózkodunk, mint jövőbeli jövedelmünk, és a bank örömmel nyújtja ezt a hitelt, hiszen neki az az adós, az most termeli a jövedelmet, és kicsit ő is elkezd arról elfelejtkezni, hogy és mi lesz, ha ezt a hitelt majdan nem fizetik vissza. Ugye ismerős szituáció, nem csak Amerikában történt, ez megtörtént ez Írországban, Spanyolországban, Magyarországon egyformán, és ennek az úgynevezett hitel fellendülésnek, vagy hitel boomnak, mikor mindnyájan összességünkben tovább nyújtózkodtunk, mint a takarónkért, ennek volt a tipikus jele ez a másodrendű frissességű hitel, a végpontja az úgynevezett ninja hitel, ez a se jövedelem, se állás, se eszköz, és mégis megkapod a hitelt. A Raiffeisen reklámra sokan emlékeznek még a teremben ülők közül, a fiatalok szerencsére még nem, reméljük, soha többé olyan nem lesz, amikor nem érdekel a jövedelmed, mégis adok neked hitelt, de érdekel a jövedelmed, elsősorban a jövőbeli jövedelmed. Ne légy mohó, se te, se én. Ez a tanulság hitelfelvevőnek, banknak egyaránt, de kimentek ezek a hitelek, kimentek ezek a másodrendű frissességű hitelek, és itt egy újabb irodalmi példa jön, örkénnyel folytatódott. Ott az elején vagyunk, ahol a bank nyújtja a hitelt, ráadásul ügynökökön keresztül, ugye? Ügynök kapja el az ügyfelet, ügynök beszéli rá, a banknál van a hitel. Örkény novellája a végzet, ahol a házi asszony véletlenül egy kis patkányírtó port kever a pogácsa lisztbe. Az egész család jól belakmározik a finom pogácsából, meg is halnak mindahányan, jönnek a szomszédokat. Temetésre van még egy kis maradék pogácsa, megeszik, megisszak hozzá a finom homokibort, ők is mind elpatkolnak, majd jönnek a mentősök. A mentősök is találnak még egy kis pogácsát, ők is belakmároznak, megisszák hozzá a homoki bort, kivéve a mentő vezetőjét, aki ugye bort nem ihatott, a pogácsát nem szerette, úgyhogy ő becsomagolta, és a novella utolsó mondat, hogy és most viszi. Azokat a másodrendű frissességű büdös hiteleket becsomagolták, ezt nevezzük pénzügyi innovációnak itt a középső részben. Nem is kell pontosan érteni a fogalmakat. Jó napot kívánok, Köszönök úr, akkor be fogom idejébe fejezni. Azt hittem, hogy 80 percem van. Szóval ők voltak azok, akik átcsomagolták. Fantasztikus, tehetséges, fiatal pénzügyesek, olyan csillogó szemű fiatal emberek, mint akik ott ülnek hátul. Megtanulták a szakmájukat, szerették csinálni. Gyönyörű pénzügyi termékeket kreáltak belőle, csak benne volt ez a kicsit büdös hitel is, és vitték, mert pénzügyi globalizáció volt, terjedt át a határokon, és akik itt vannak a végén, akik megvették, azok már norvég nyugdíjalapok voltak, magyar biztosítók voltak. Tehát olyan cégek voltak, ahova bekerült ez a már nem tiszta minőségű valami. A mohóság volt az úr a pénzügyi piacokon. Majd eljött az igazság pillanata, elkezdtek ez a hitelek nem termelni, elkezdtek a kötvények nem fizetni, és hirtelen a mohóság helyét átváltotta a félelem, az egyik adós a másikra ilyetten nézett, az egyik bank a másikra ilyetten nézett, meghalt a pénzügyi rendszer működése. Ja. És a pénzügyi rendszer működése meghal, akkor a gazdaság meghal. De mielőtt még megnéznénk, hogy a gazdaság hogy halt meg, azelőtt tegyük fel a kérdést, hát ez csak a mi korosztályunknak
irodalom, amiért hagytuk, hogy így legyen, sokan el tudnak énekelni, nem vállalkozom rá. A híres Gremlich figyelmeztetés, és ez minden politikusnak örökre megfontolandó. Ez az úr Gremlich szenátor, aki 2004-ben írt egy levelet Bush elnöknek. Ennek az volt a lényege, hogy ezek a subprime, másodrendű frissességű hitelek életveszélyesek. Tönkre fogják tenni nem csak a jelzálók hitelezés, nem csak a lakossági hitelezés, tönkre fogják tenni a piacainkat, tönkre fogják tenni gazdaságunkat. Vigyázni kell, 2004, a válság 2007-ben tör majd ki. És a Gremlich figyelmeztetés utolsó passzusa, de persze ne felejtsük el, hogy 9 millió honfitársunk így jutott végre életében először otthonhoz, szabad fogyasztáshoz, jóléthez. Ha visszagondolunk majd ezekre a sorokra a magyar történetnél, a devizahitelezésnél, ki az, aki megállítja azt a gépet, ami kattog ezerrel, azt a vonatot, ami robog százzal, ahol az emberek végre először jutnak saját otthonhoz, fogyasztáshoz, igaz, mindez egy homokvárra, mindez csúszékony talajra épül. És hát, ha megállt a pénzügyi rendszer, akkor megáll a gazdaság is. 2008-ban a pénzügyi válságnak egy ilyen emblematikus pontja volt, amikor tönkrement szeptemberben a Lehman Bankház. Megállt utána a világ pénzügyi rendszere szó szerint, és egy fél év múlva bekövetkezett a recesszió. Ez az ábra azt mutatja, hogy azok az országok növekedtek, ahol zöldet vagy szürkét látunk. Afrikát felejtsük el egy percre, mert ugye az egy egészen külön történet. Azt látjuk, hogy Dél-Amerika és Távol-Kelet bizonyos részei élték túl olyan értelemben ezt a nagy gazdasági világválságot, hogy nem kerültek a tornádónak az útjába. Európában egy kicsi zöld folt van, az Lengyelország, akkor a nagy belső piaca volt, hogy a világkereskedelem összeomlását túl tudta élni. Tehát 2009-ben bekövetkezett az a recesszió, amit mélységét, az azt követő munkanélküliséget, az azt követő jövedelem visszaesés tekintve tényleg csak a 29-33-as válsághoz lehet hasonlítani. És amikor már azt hittük, hogy vége, akkor 2010-ben itt a mi kis régiónkban, a mi kis Európánkban jött az eurózóna válsága, és hogy mi közgazdászok mondjuk a V-alakú válságból van egy gyors kilendülés, V-alak lett, azaz egy második visszaesés jött. A képen nem a második visszaesést látjuk, hanem a úgynevezett periféria országok kockázatainak a megugrását. Míg a válság első szakaszában Kelet-Európában nőttek meg legjobban a kockázatok, addig bizony 2010-ben az Európa zóna országainak egy része került a vihar fókuszába. Hát hozzá még azért, mert hogy Európában, mint a világon mindenütt vannak hangyák, és vannak tücskök. Az ősi La Fontaine mese érvényesült. Úgyhogy ha megnézzük összefoglalólag, hogy mi is történt a világban, akkor ezt a tücsök hangya mesét gondoljuk végig. Ez a válságot megelőző időszak. Boldog békeidők, csupa likviditás az egész világ, ez a földünk felülről 78%-a víz. Korlátlan likviditás, korlátlan pénz áll rendelkezésre, mindenki úgy tűnik, hogy abszolút tud fogyasztani. És az azért van, mert vannak országok, akik valóban fogyasztanak csak, és vannak, akik megtakarítanak. A világ egészében vannak tücskök és hangyák. Csak a hangyák adják kölcsön a tücsöknek a fölöslegüket, és a tücsök fogyaszt. És ahhoz egy fennáll Amerika és Kína között, Amerika túlfogyaszt, nem megtakarít, Kína megtakarít. Ugyanez megvan Európában is, ahol ott vannak a periféria országok, és mi, akik túlfogyasztunk. Személy szerint ez soha nem érzi az ember, mint ország, mégis ez történt. Ugyanez történt a periféria országokkal, Spanyolországgal, Olaszországgal, Írországgal, Görögországgal, Portugáliával. Nagyobb volt az ország egészének a felhasználása, mint amit előállítottak, miközben ott volt egy nagy tücsök Európában, egy nagy hangya, az a bizonyos német hangya, aki viszont azt mondta, hogy na hát akkor, amikor a megoldás van, akkor ne csak rám gondoljatok, hanem arra is, hogy ti mit csináltatok. Ez volt tehát a nagy megbékélés, az abszolút likviditás kora, ezután jött ez a bizonyos
másodrendű hiteleknek a válsága, a tornádó, ami a fejlett piacokon söpört végig 2007-től 2008 szeptemberéig. 2008 szeptemberében volt az az emblematikus történet, amikor a Lehman bankház összeomlott, nyomában megállt a pénzügyi rendszer. Pénzügyi rendszer nélkül nincsen gazdaság, pénzügyi közvetítés nélkül nincsen gazdaság, bankrendszer nélkül nincsen gazdaság. Szabad egyedileg a bankokat utálni, lehet az egyedi bankárokat utálni, lehet azt mondani ránk, hogy hogy lehet így gondolkodni. Én sose voltam kereskedelmi bankár, most éppen az vagyok, de nincsen nélküle gazdaság. Megállt a pénzügyi közvetítés, megállt a világgazdaság egészen, munkanélküliség lett, visszaesés lett. Majd jött az európai dominó összeomlása, tehát ez volt az Európai Unió válsága, és reméljük, hogy oda a kérdőjelek helyére már oda lehet írni, hogy talán 2013-ban kifele megyünk. Ez a világválság történetei négy kis képben összefoglalva, és ha most megpróbáljuk azt megérteni, hogy mégis merre tovább. Egyrészt ezt a tücsök hangya mesét ne felejtsük el. Így alakulnak ki a globális egyensúlyhiányok. Nem lehet az, hogy valaki tartósan többet halmoz fel, a másik tartósan többet használ fel. Meg kéne ezt értenünk, hogyan tudjuk megelőzni. A pénzügyi rendszert igenis fegyelmezni kell. Szabályozni kell, olyan ösztönző szabályok kellenek, amelyek fellendülés idején visszafogják a mohóságot, hogy válság idején ne terjedjen a félelem. Borzasztóan nehéz. Szóval aki meg tud állni akkor, amikor úgy tűnik, hogy szalad a szekér, aki fegyelmezni tudja magát, azt nem fogja elérni a válság. És természetesen olyan gazdaságpolitika kell mindehhez, ahol egy kormányzati fegyelem, az állam fegyelme kontrollálja a túlfogyasztást állam szinten. És nézzük még hozzá a magyar történetet röviden. Matematikus lévén, ez az egyik kedvenc magyar találmányom, a bűvös kockán kívül ő az, ami szerepelt a matematika címlapján, és ugye ez a kis test volt az, ami a Sánkhályi világkiállításon a magyar pavilonban elhelyezkedett, ez a híres gömböc. Gömböc egy matematikai csodának a megtestesülése. Előtte nem tudták bizonyítani, hogy létezik olyan tömör test, és ez lényeges, homogén tömör test, amelynek van kettő egyensúlyi pontja, de abból csak az egyik stabil. Tehát ez a gömböc, amit itt a talpán látnak, meg tud állni a taraján is. Meg tud állni. Kettő egyensúlyi pontja van. Csak ha a tarajára teszi az ember, az egy instabil egyensúly. Bármi kis külső hatás éri, sajnos felborul. Mikor 2007-ben beléptem a Magyar Nemzeti Bankba, és megnéztük, hogy mi van az országban, akkor az volt az érzésem, hogy mi ez a gömböc vagyunk, állunk a tarajunkon. Akkor már dübörgött a devizahitelezés. Már látszott, hogy halmozódik fel a külső egyensúly. Már egy nagyon éles helyzetben voltunk. Már a világpiacon elindult ez a bizonyos tornádó. És akkor azt mondtam, hogy hát még itt állunk a tarajunkon, még van esélyünk. Ha előbb csatlakozunk az eurózónához, ha előbb stabilizálódik pénzügyileg a gazdaság, akkor idejében tudjunk majdan a tarajról a stabil talpra állni. Úgyhogy én meg is beszéltem Domokos Gábor barátommal, aki a gömböc egyik alkotója, hogy a Nemzeti Banknak lesz egy gömböce. 2008. szeptember végén kaptuk meg a gömböcöt, ezt a csodálatos testet, aminek ugye sokáig ott álltunk a taraján. És 2008. október 9-én bekövetkezett az, aminek már aznap is Juhász Ferenc jutott eszembe, ez a bizonyos babonák napja, csütörtök mindig a harmadik, nem tudom miért harmadik nap a csütörtök, de harmadik napon a legnehezebb, harmadik napon babonák napja, csütörtök. Ez volt az a nap, amit szerintem a mi szüleink, a mi atyáink is a második világháború alatt valamikor megéltek. Tehát eddig a napig tudtuk, hogy van világválság, ott patyogtak a bombák. Picit nehezebb volt itt is az élet, tehát éreztük, hogy azért másképp alakulnak a dolgok, de igazából nem érintett minket, a mindennapi életünket nem érintette. Még bőven tetszettünk devizahiteleket felvenni, még bőven fogyasztottunk, úgy tűnt, hogy azért úgy megússzuk az egészet, csak úgy az oldala ér el minket. Ezen a napon, október 9-én megálltak a magyar piacok.
Tehát azt megjelenti döntéshozóként, hogy ott esik le melletted a bomba. Leálltak a devizapiacok, a devizacserepiacok, az állampapírpiac, a tőzsde, egymás után jöttek az SMS-ek, az e-mailek, és este már válságstábba ültünk. Ugye a nagy kérdés az az, hogy miért pont mi? Miért pont mi kerültünk a lavina útjába? Miért pont Magyarország volt az, amit ennyire telibe kapott a Lehman válság, mikor Közép-Kelet-Európa minden országát elérhette volna, és ez az az ábra, amit mindent egy ábrában összefoglal, mert mi voltunk az az ország, aki az előző 10 évben ezt a kettős egyensúlyhiányt egyszerre halmozta fel, volt egy fiskális alkoholista államunk, Kopis György szép szavával, aki állandóan részeg volt. Szóval igen, 2002, az az ominózus 8 év, amikor a kormány túlköltekezett, és 2006-ban a Guinness rekordok könyvébe került be a hatalmas kormányzati deficittel, az magasan tartotta a hozamokat, kényszerűen a Nemzeti Bank folyamatosan emelte a kamatait, ezzel nyílt a kamatkülönbözet, érdemesebb volt devizában eladósodni. A bankok a náluk elhelyezett betét minden forintjából 1,5 forintot hiteleztek ki, a különbséget külföldről hozták be. Itt adósodtunk túl, még akkor is, ha nem is éreztük, és ezzel egyszerre hoztuk létre a külső és belső adósságot, amivel egy ilyen kis kilógó pont lettünk a környező országok közül. Államadósság, külső adósság, van akinek magas a külső adóssága, de nem magas az államadóssága, van akinek magas az államadóssága, de nem magas a külső adóssága. Mi vagyunk az a kilógó pont ott jobbra fent, aki egyszerre tudott magas államadósságot és magas külső adósságot felhalmozni, igen, 2008-ban, 2009-ben, 2010-ben ezzel a tehertétellel indultunk. Ennek volt az egyik kiváltó oka, ez a bizonyos devizahitelezés, ami valóban egyik oldalról mi, akik felvettük azt a devizahitelt, mert olcsóbb volt, sőt, egy picit többet vettünk fel. Nem az a baj, hogy felvettük, az a baj, hogy egy picit többet vettünk fel, mert olcsóbbnak tűnt. De mint Lámfalusi Sándor mondja, nincs túlzott eladósodás túlzott hitelezés nélkül. Igen, mi felvettük, ők megnyújtották. Ketten együtt összehoztuk ezt a helyzetet. És nálunk ez egy vevé alakú válság. Sajnos még nem látjuk a végét. Egyelőre azok a kis piros vonalak, amik felfele mutatnak, az a nettó export, ami húzza ezt az országot. A kékek, amik lefele mutatnak, az pedig a belső fogyasztás és a beruházás, ami még nem a nagyon akar beindulni. Talán most a második, harmadik, negyed évben valami kezdődik, de még nem tudjuk, mert benne vagyunk ebbe az ördögi körbe, és hát lehet, hogy tényleg csak a csoda, lehet, hogy tényleg csak a váltság segít. Egy olyan országban élünk, ami szembe kell, hogy nézzen egy magas belső-külső adóssággal, amiknek strukturális növekedési problémái vannak. Senkit ne tévesszen meg a mostani nagyon szép adat, amit napról napra hallunk a sajtóba, hogy az utolsó növekedési adatunk plusz 1,7%. Sajnos ez egy általunk közgazdászok által jól ismert ciklikus alkalmazkodás, a növekedési képességünk, amit mi úgy hívunk, hogy növekedési lehetőség, potenciális növekedés, az nulla körül van. Azzal leszakadók vagyunk. Nincsenek új termelőkapacitások, nincsenek új beruházások, nem indult el még ez az ország, és mindehez van egy sérülékeny kockázati megítélésünk, egy kegyelmi pillanatban vagyunk, mert éppen most ez a sérülékenység nem manifesztálódik, ott lebeg az árfolyamunk, ugye valahol a 300 körül, ott lebeg az államadósságunk valahol a 80% körül, a külső eladósodásunk 100% körül. Próbálunk kitörni ebből az ördögi körből, és azt kell mondjam, hogy minden kísérlet igenis tiszteletre méltó, akár vitatkozunk róla, akár egyetértünk vele, gazdaságpolitikai vitáink vannak, hogy melyik a helyes út. Mindenki próbálja a sajátját, mi is próbáltunk egyet, a mostani kormány és nemzeti bankvezetés is próbál egy másikat, és tényleg szurkolok nekik, hogy sikerüljön. Nagyon sok kockázatot érzünk, nagyon sok feszültséget érzünk. Nagyon nagy terhet vállal fel ez az ország ezzel a bizonyos növekedési hitelprogrammal, de ha sikerül, ha beindulnak azok a misztikus, csodabeli motorok, és ez az ország kilendül ebből az ördögi körből, hát akkor bizony megint
jöhet örkény, és akkor nézhetünk bizakodva a jövőbe, és akkor zárásul engedjék meg ezt az egy örkény egy percest, csak röviden összefoglalva, ugye ez a nézünk bizakodva a jövőbe, meg röpke 100-120 év múlva, egy szép nyári napon, mind megkondulnak a harangok Visegrádon, mert ez lesz az a perc, az a régen várt csodálatos perc, és nem pontosan idézek, amikor véget ér az ezredéves Spech széria. Ettől a naptól kezdve igazán szép lesz magyarnak lenni. Magyarországot akkor már Dunamenti Magyar Köztársaságnak fogják hívni, de csak azért, hogy megkülönböztessék az Alsó Rajnai Magyar Köztársaságtól, ahol szakadt, kopott alsó rajnaiak pusztán kabalából vették fel a magyar nevet. És így nekünk meg kell tőlük magunkat különböztetni. Magyarul, magyarni minden nyelven egy nagyon jó jelentéstartalmú igét fog jelenteni. Így például angolul, hogy most oda megyek az utcán ahhoz a nőhöz, belekarolok, majd is itt egy nyomdafestéket nem tűrő szó következik. Mindenütt pozitív jelentéstartalma lesz a magyar igének, míg egy csomó más szó kimegy a köztudatból, így például a háború el fog tűnni, és éppen ezért a háborút a más csúnya külföldi szavak helyett fogjuk használni, például a vanília helyett, így Visegrádon a cukrászdában. Ezen a gyönyörű napon nem az lesz kiírva, hogy málna vanília csokoládé, hanem málna háború csokoládé, és mind boldogan fogunk élni. Csak ezt a néhány évet kell addig kibírnunk. Köszönöm szépen. Király Júlia egyetemi tanárt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnök helyettesét hallották. Kedves Juli, jó volt az első publikációd, de hogy ennyire ragyogó tudós és előadó leszel, azt csak reméltük, most pedig már tudjuk. Köszönöm szépen. Én is Termatek szakot végeztem, és nagyon szép emlék nekem a közgázról az, hogy olyan népgazdasági tervező elemző szakosok voltunk, akik komolyan olvastunk irodalmat, és komolyan foglalkoztunk irodalommal. Ebben a ragyogó előadásban Juli Bulgakovot idézte, és akkor most elmondom, hogy rajta kívül hogy kerül Bulgakov Sárospatakra. Amikor a pártállamtól visszavettük a Sárospataki Református Kollégiumot, mert ragaszkodtunk ahhoz, hogy a pártállamtól vegyük vissza, a rendszerváltás előtti pillanatokban, akkor azt követően a dél-koreai protestáns üzletemberek ajánlották fel a segítségüket. Egy dél-koreai delegáció üzletemberek, nagy-sok díszruhás asszonyaikkal együtt, és akkor még nem volt internet, faxon írták azt, hogy Sárospatakra érkezünk, és szeretnénk megnézni a közvetlen környéket, legyen benne Budapest, Párizs és Moszkva. Zárójel. Moszkvában kérjük egy protestáns istentisztelet meglátogatását. Hát kérném szépen, megérkeztek Ferihegyre. Mi nem tudtuk, hogy a koreai üzletember a feleségével úgy közlekedik, hogyha miniszterhelyettesi vagy püspöki fogadás van kilátásban, akkor hozza a díszruhát. Hozták a díszruhát, és amikor vártunk, akkor ilyen szekrények jöttek ki a futószalagon. A kolléganőm bérelt egy kis buszt, abba hozták a szekrényeket. A koreaiak azzal kezdték, hogy minden európai országban jártunk, de ezt fogjuk tanítani, hogy a robbanás veszély miatt külön busz hozza a csomagokat. De hogy jön ide? Bulgakov. Bulgakovot vettem elő, amikor megkértem a kollégákat, hogy szervezzenek egy protestáns templomot Moszkvában a koreai barátainknak.
valami Bulgakov idézettel hívtam fel őket. Hihetetlen a történet. Hihetetlen. 1917 óta először nyitottak ki egy protestáns templomot. Nagyon sokan voltak, mert a Szovjetunió különböző területeiről a művészettörténet hallgatókat éjszaka hozták repülővel, hogy lássák, hogy mi van ott, mert eddig sem ők, sem a tanáraik nem látották. Hát így jön ide Bulgakov, kedves Juli, ha nem idézed és nem mondod el ezt a csodálatos előadást, akkor ez is bennem marad, és talán megződültem volna. Kérem szépen, a 16 órás szünetet egy kicsit odébb toljuk, tehát belecsúszhatunk a 16 óra utáni időtartamba, aztán természetesen lesz szünet, aztán természetesen folytatódik, és 18 óra helyett egy kicsit később kezdődik majd a fogadás. Itt a szervezők bölcsessége tudatosan döntött így. Amikor főtiszteletű Böcskei Gusztáv püspök úrral beszéltem erről a konferenciáról, a Magyarországi Református Zsinat lelkész elnökével, akkor gyönyörű mondatokat mondott Király Júliáról. És amikor Király Júliával beszéltem, akkor gyönyörű mondatokat mondott a főtiszteletű püspök úrról, ezért úgy gondoltuk, hogy a történetiséget és a logikaiságot úgy változtatjuk meg, hogy ők egymás után következzenek. Felkérem Főtiszteleti Böcskei Gusztáv püspök urat előadása megtartására, aminek az a címe, hogy válság és váltság, Kierkegaard egykor és ma.